Az eddigi államfő helyettes William Ruto nyerte meg Kenya történetének talán legszorosabb és legfeszültebb elnök választását. A többször korrupcióval vádolt korábbi botanikus a szavazatok 50,5%-át szerezte meg, míg legfőbb kihívója, Raila Odinga volt kormányfő, 48,8%-ot kapott. Az eredmény bejelentését dulakodások és a szavazatok manipulálásával kapcsolatos vádak késleltették. A választási bizottság 7 tagja közül 4 nem volt hajlandó jóváhagyni az eredményt. A szervezet alelnöke azt nyilatkozta, hogy a végére teljesen átláthatatlanná vált a voksolás. Odinga támogatói ezért kisebb tüntetéseket szerveztek a nyugati Kisumu városban és Nairobi egyes részein. Elemzők arra számítanak, hogy meg fogják támadni a választás eredményét a legfelsőbb bíróságon. A kampány során burkoltam bár, de mindkét jelölt kijátszotta az etnikai kártyát, így a kenyai törzsek viszonya elmérgesedett, és hétköznaposak lettek a kisebb összecsapások.